Adótest közelről. Igen, látszik. Miért kapizik vissza, hogy közelíts rá itt a formádig? Hát elmehetsz. Sivatagba. És úgy nézel ki, mint egy kis berber gyerek. Inkább dűne film szereplő. Igen, azokra a tevékre fogunk fölni. Gyere, hát egy valami, hogy beléd harapjon a teve. Fél most lesz még. Mónika! 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 Vigyelj, előtt nem. Jézusom! Így szoktak röfögnek. Lilla, láttad? Na, Zalán. Harmadik tebe. Zalán a filmsztár. Ja, hol van? Arábia Herzegovina. Hol van, Afrika? Ez nekem túl magas, segítség! Ez a legmagasabb tebe, amit tudtam valahogy. Te ott maradt a tevé. Móli tevé, jövöl el. Nem, már ha Zozi kibírta, akkor te is kibírod, ne hiszik. Segíts! Nem, én nem, hogy nyugodt-e vele. Lilla, nézzél ide! Jó. Szegények! Sziasztok! Nem? Hello! Jó teve maradt! Jaj! Nézzetek ide, cheese! Kap... Lilla, csak kapaszkodj nagyon erősen! Itt tevegelünk. Lilla, az nagyon fosik. Zalán, mondjál valamit! Há, harmadik teve túrám! Ez már harmadik. Zalán már rutinos tevegelő. Nem fogsz! Biztonságos! Meg puha homok! Nem lesz semmi baj. Jaj, pont én akartam különben leghátul lenni, de hát ez nem jött össze. Na jó van. Zalán, üdvözlöd Éva nénit? Igen, üdvözlöm. Itt vagyunk. Kit üdvözlünk még? Anya kapta a legmogorbább tevét. Jó, a negyedik B-osztályt is puszíjuk. Igen. Jó, lehet neki ott. Ja. Itt ki... Nem, de te nem harapja. Hát Lilla szerint meg is érdemli, nem? Hát azért nem elhagyja, hogy nem is jönnék. Na jó, van a kérdés. Megpuszíta a seggedet a tebe? Megpuszíta a verekemet. Az Lilla tevéje. Jaj. Segíts meg, harap! Hát mert gondolom így esik neki, jó? Mert van fáradt majd, ha igel engem össze-vissza! Jó, van már ennek a pasosnak, hogy kicsit menjen már lassabban! Nem is szarébb! Nem voltam még igazán boldog, ennyire jól nem mentek a dolgok, ez a nap ilyen. Tele a szívem, egyenesedem, jön a levegő, jön, de nem egyedül, vele vagyok itt fönn, lehetek ilyen. Red Grease megmutatta a túlélés törvényeibe a szarra. Izéne, hogy hogy kell egy homok dűnél lemenni hátradőlve, és óvatosan. Ah, igazi Bear Grylls vagy, fiam. Nagyon jó. Éme a kis Bear Grylls, elmondja nekem, mit csinál. Menedéket. Menedéket, de nem merítsed magad, mert nincs vízünk. És menedék az megvéd. Igen. Így csinált a Bear? Nem, tudom. Nagyon jó. Szerintem az autó. Íni. Itt van az én nagyfiam. Hello. Főbírsz jönni? Yeah.
hasta que no te vuelva ya verás. Nagyon cuki. Nagyon édesek. Az pedig a Mónit. Szépek. Zalán, neked melyik a tevéd? Szépek vagy. Igen. Meg mi harapjon? Na nézzük, lila. Lila. Nézzük már, a lila tevéjének még a madzagja is rózsaszín. Ennél jobb. A kis ritikülöddel. Pont illik a ritikülöd a tevédhez. Ez csak rákcsá, nem csinál semmit. Ez a te tevéd? Melyik a tied? Melyik a Joe? Az a... Jó, akkor ez lány. Akkor nem Joe. Akkor Joanna. Szia, Joanna. De hogy lány? Julika. Hát rózsaszín a nyakörve. Itt is van egy cukerteve. Rózsaszín póráz. Rózsaszín ritikül. Rózsaszín póráz. Joanna. Tele bőrsát. Sátrunk, vagy nem tudom, meg lesz a sátrunk, de ez lesz az éjszakára a táborunk. És ilyen kis telebőrből készült sátrakban fogunk aludni az éjszakában. Meg állítólag ma ilyen csillaghullás lesz, azt mondták meg. Ki fogunk ülni éjszaka, meg lesz egy kis tűzkörüli tánc, vacsora. Szóval jó. Hello! How are you? Ez a miénk. És a miénk Gerber sátortáborozás lesz. És itt most kapunk mindjárt egy ilyen üdvözlő itókát. Berberu! 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 Ilyen mesteri. Mesteri. Mindenkinek. Jó reggelt, Szahara. Hát reggel 6 óra van, és teljesen kiürült a tábor. Mindenki elment innen, csak mi maradtunk. Többiek elmentek tevével a dűne túloldalára, de én sajnos a gyerekembe nem tudtam lelket verni. Tegnapi Erezzel a hajam parti után, úgyhogy nagyon értünk a taxi, és megyünk vissza Marrakesbe. És egy riádba fogunk megszállni megint. Ébreszt. Zozi. Ébresztő! Aki éjjel legény, nappal lepény. Ho-ho! Kutsz! Hát, nem tudom, hogy fog fölébredni. Majd jelentkezem, ha fölébred. Ez itt amúgy Ahmed a sofőrünk. Ő itt van éppen, alszik. Ő fog minket haza, vagyis már visszavinni Marrakesbe. Neki is úgy lehet, föl kéne csiklandozni a talpát, mert tegnap kicsit hújújúzott, kirúgott a hámból. Na jó van, aludjon, én megkisminkelem magam,
mert egy nő, még a sivatagban is legyen nő. Good morning. Good morning. Good morning. Time is it. Irány vissza, Marrakesh. Hello, Sahara. Úristen, baszki. Ez itt akar lemenni? Jaj, inye unja. Jaj, baszki. A picsuga. Jézusom. Jézusom. Homok dűnéken. Jézusom, a rémisztő. Na, megyünk. Szia, Szahara, viszlát. Hazaértünk a Szahara-túrához. Itt vagyunk egy ilyen riád lilla szálláson, és most már nem megyünk sehova, se csak medrencézzük, fogunk megyünk. Sok igaz, fiam, visszatérni már a Marrakeshbe a 3 napos nyugalom után. Szinte fölfordul az ember gyomra. Ezek a szagok, ez a tömeg, és ráadásul 40 fok van. Hú, na, valahogy csak majd. 40 fok van. Csak nem tudtuk. Szóval ez lesz a mai napi riadunk. Jaj. És ilyen a riad, hogy van neki egy ilyen tető terasza, és ilyen a társalgó, és akkor így néz ki. De már tusolt, úgyhogy kicsit kupi van, de egy ilyen tök autentikus fürdőszobánk van, ilyen nagyon régies kis fürdőszoba. Van hozzá egy kis régi tükör, a Lillának a motyóit leveszem, de egy ilyen kis nagyon szép. Jó, nézd ezt ki, nagyon ilyen autentikus. Csicseregnek a madarak. Jaj, de szép a teteje. Ez más, ez, látom, ez vastagabb. A reggeli az olyan volt. Na, mit kaptál, Zalán, vacsorára? Hát csak előítalott jön a mit tájcsinunk. Jön a tájcsin. A tájcsin yes. Az tálaló edény. Igen. Ott látnak ilyen piramis alapján a vizet. De arra csak lillát nem akarom. Ez a tájcsin, ez a tálaló edény. Hello. Ó, kettő. Kettő tájcsint is kaptunk. De jó néz ki. De jó néz ki, köszönjük szépen. Ez szerintem jó néz ki. Ez ilyen aszalt szilvás, ez marhahús, barack. Szerintem ez jó lesz, úgy nézem. Szól már megnyitom óta. Ilyet kaptunk. Teljesen ilyen pudingszerű valami. Szól, ott fönt szól a műezén. Az utazás melyik a reptére? Tegnap este itt valaki zörgött. Na, indulunk, még jó sötét van, mert hajnal. Jött értünk a Bookingon megrendelt taxi, és megyünk a reptére. Visszállt Afrika, integetsz?